Sziasztok, Pfizer vagyok, és ez a Dark X Wily Strikes Back, ami a Mega Man X-nek azt hiszem a második, vagy a harmadik részében, nem tudom már melyikben, szerepelt, és valamelyikőtök felvetette annól, hogy csináljunk ebből egy végigjátszást. Igen, ám csak, hogy ez egy befejezetlen játék, úgyhogy a befejezetlen játék, kapni fogok egy befejezetlen végigjátszást egy vendégszereplővel, aki nem befejezetlen. Hogyha befejezetlen lenne, akkor valószínűleg kukizni lenne. Sziasztok, Zél vagyok. És ha befejezetlen lennék, akkor valószínűleg azt mondanám most, hogy lehetünk letolaj. Na, még mielőtt Megament létrehozták, ott volt egy másik robot. Create id. Igen, hát ott a... Escape the... Hát nem tudom, a kötőjel hiányzik. Hát nincsen jó tagova. Ott volt egy másik robot, amit Dark X-nek hívtak, ami elmenekült Dr. Light laborjában néhány évvel azelőtt, mielőtt Megaman létrejött volna. Viszont annyi idő után... Jézus, doktor... Hát... Megaman eltűnt, és Dark X visszatért. Mi az az Ots 2? Mi az? Az ott mi volt? Jézusom, már ez szöveg is ke... Hát ez direkt fekete-fehér. De csak én láttam... De csak én láttam azokat a kék izékat a szövegben. De ezt mondtam, mi ez az Ots 2? Jó. Hát, tudod mit? Csak azért, mert ez egy szarjáték, normálom viszont végig. Fuck this shit. Hogyha ez szarjáték, akkor... Miért vigyem végig nehezebb szinten? Hogyha úgyis... Ugyanúgy... Nincsen befejezve. És ezzel a pályával... Hát én ezt a pályát továbbra is ki nem állhatom. Ja, és amúgy elmondom neked, hogy így... Felvételen kívül ezt a pályát megcsináltam. És nem volt benne checkpoint. Miért nem vagyok ettől meglepve? Nem, mert your car is better than mine. Juan. Direkt így próbálok minél gyorsabban végérni, legalább ezen a pályán, mert ezt hiszem pont videóban meg is csináltam, úgyhogy rá fogok esni jelenfélre, gondoltam. Úgyhogy így sietek amennyire csak lehet. Na most már mindegy. Akartam, hogy menjél be jobbra és ragodj be oda. Hát annyira fasz ne legyél. Fasz! Egészségedre. Ezeket amúgy lehet létrának használni. De minek? De van, ahol nem. De, hát igen, van, ahol nem, de itt viszont lehet. Meg itt is. Sőt, itt kellni is fog. Na akkor... 3, 2, 1... Az a legjobb néha olyan hülyén van megcsinálva létre, hogyha lemászol rajta, meghalsz. Ilyen a Castlevaniában is volt, hogy jöttél föl egy lépcsősoron, viszont ha leugrasz az előző képernyőre, akkor meghalsz. Szóval ez nem újdonság. Na, itt megint lesz egy ilyen kikerülhetetlen, mint a... Melyik is volt az? Az Exile. Ott is volt egy ilyen... A Willy pálya... V-vel, Willy pálya... Willy... Elmondjuk, hogy mire referálunk ezzel Dr. Willyvel, meg a csúcsemberrel. Volt Magyarországon ilyen Club Nintendo magazin, és ott fordították le így a karakterek nevét. Hogy Dr. Willy meg csúcsember. Különben is a Wily az ravaszt jelentene. Hát ez az. Hát that was quick. Most mi van, megölted időfogyasztás közben, hogy mi volt ez? Valószínűleg igen. Ezt elnyomjuk. Na. Ilyen csodás fegyver megszerző képernyő. Nem tudom, hogy a sorrend az itt ugyanaz, akkor tehát itt a menübe elmentem. Hát ezt kérdeztem tőled tegnap, hogy szerinted tényleg van annyira igényesek ez, hogy megváltoztatták a gyenge pontokat? Nem azt, hanem ugye Hitman pályáján kell, hiszem a platformok, szóval akkor... Lehet, hogy... Elkockáztatok, úgyis kell a kettes item. Az egyes az... Metalmentől van? Jól emlékszem. Nem, Hitmentől van. Oh, god damn it. Ha nem nyújtak bele... Az mi volt? Az volt, kérek szépen, egy piros... Piros Sniper Joe volt. Igen, ennyire nem találunk szavakat, hogy ez mennyire egy fosek, szóval... Ja, és itt lesz az, hogy...
Hát de Edgar amúgy is ezt a grafikai színvonalat, ezt mondjuk ilyen SMB1-től megérteném, mert hát... Ez egy régebbi játék. Igen. Látjátok, itt mind, az egész képernyőn ugyanaz van végig. Ez mi? Ja, itt kell a pauze trikket használni, azt hiszem. Hát nem tudom, ezt videóban nem játszottad ezt a pályát. De, ezt a pályát játszottam. Én úgy emlékszem, hogy én ezt a pályát pont játsz... Ho-ho-ho-ho! Kedves. Hát, igen. Az, hogy szépen a semmiből jelent meg. Igényes. Jaj, hát ezért Rockman 3 Double Teamből nem akarsz végigjátszást csinálni? Az is ilyen igénytelen kaka. Nem kérem, nem kérem, mindig, mindig. Ha már kaka. Pisi kaka. Nom, igen. Pisi kaka. Vudu bába. Na, elvileg itt vagyunk a checkpointnál. Egy rövid lesz. És akkor most el fogom szólni, és akkor itt kezdek bénázni. Figyeljétek meg, hogy ez lesz. Annyira röhögnöm kellett a sok tüskétől, minek van ez? Nem ám, hogy egy sor elég lett volna, érted így? De ott is minek négy? Miért nem elég kettő? Valószínű, hogy a hátsókba bele fogsz esni. Ja, nagy esély mutatkozódik meg erre. Na, itt fog kelleni. Hogyha működ a billentyűzetem, bassza meg! Na szóval, itt fog kelleni. Úgy. És így is csak pont át lehet ugrani. Ennyi volt. Annyi voltak ellenfelek, most nem azért mondom. És ez az 1.1-es verzió, ezt hozzáteszem. Ez az 1.1-es verzió. Tehát elvileg... Van ennél szarabb is. Igen. Jó. Nem tudom, szerintem igazán megigéző ennek a fegyverszerzőképernyőnek a bájos sugalmazása. Szerinted ezen a pályán... Megnézzük, ezen a pályán kell-e valamelyik itemst? Betöltöm, megnézem. Hát de azt szerintem nem, csak itt is kell izé glitchelni. Ja, igen, pont ez az a pály. Jó, oké. Ez viszont volt videóban. Hát akkor esök túl rajta. Ja, igen, már itt az elején. Az egy lövéssel megölő béka... X-ek, igen. De meg itt a semmiből jelent meg. Hát... Értem én... Most arra, hogy készülsz föl? Hát sehogy. Hát ez az... tudod, mi úgysem kell... Használd. Na most szopni fogsz. Ja, hogy nem lehet? Oké, akkor azt fogom csinálni, hogy a széléről... De nem? Ja, a négy kocka szélességű, tehát lehet ugrani. Uff, hát azt nem fogom kikerülni. És ha a békának mész neki, akkor is megfasz. Ezt megnézzük. Szerintem nem. De... Oh, anyádat. Nem. Annyit levett a fél... Az éppen, hogy ki tudtam kerülni, és így... Na bazz jó, meg. Akkor most jön a frameskip. Mert ez a fegyver, ez most mondom valami 2 percig tart, amíg lemerül. Gát, te... Van egy jobb ötletem. Hát a faszomat. Tényleg azt, hogy... Jó, oké, akkor azt kell csinálnom, hogy... Hogyha működne a billentyűzetem, mert 3 gombot nem tud egyszerre kezelni néha. Szerintem ez egyik billentyűzet. Mindegyikre ez vonatkozik? Ezt szokatod mondani? De bazd meg, nem igaz. Na, most? Azaz! Bazd meg! pedig annyira közel volt! Na! Katalin bírónő! Jó, oké, haladunk. Direkt tudjunk, kövessenek. Igen. Eddig ja! Jó. Eltűnt. Nem baj, mert itt van megint egy, csomarra kell menni. Na, azok jó bele vannak rakva a földbe. Igényes minőségi munka. Nem dőlünk be neki. Igényes minőségi munka.
Na, siker... Na, elég az... Dark X. Szar Mega Man Hack, napi egy jó döntés, hogy micsoda. Ezen föl kellett röhögnem. Ja, és akkor Tölgyfa János. Billentyűsofőr. Hogyha ki tudnék ott ugrani, örülnék. Ha ki tudnék ugrani ott, örülnék. Úgy. Ha, hagyom, hogy követ. Na. Na, várjál, most akkor neked is kell valami vezetéknevet kitalálni, akkor lehet Space Ninja Visor? Nem, legyünk... Kovács Kocsubúr. Napi két jó döntés. Nem tudom, milyen foglalkozás legyen. Elmebeteg pszichopata. Napi két jó döntés. Ez éppen elég volt, Jézus. Megint nézd, mennyi ellenfél van. Oké, szokás szerint elszóltam. Oh yeah! Jó, szerintem most meghoz. Nem. No. Még örültünk volna. Köszönöm. Milyen kedves vagy. Bazd meg, hát ez nem igaz. Hát látod, a békák azok velem vannak. Zsolti a béka. Na. Ez szerintem használatos lesz ellenük. Hát annak az emlékei nagyon kötődnek nálam a... Puzie vagy című érdekes nótához. Pöttyös az inged? Hát nekem... Ja, meg kefiret is szól. Kefiret is szól? Nem találsz el... Nem, mondtam, hogy nem. Na. Íj, akkor itt kell ezt csinálni. Ezek az X-ek vagy. És mi ez egy serpenyő? Az is meg egy talán... Igen. Hát ez nagyon jó, ám. Na ez most túl. Nehéz! Betriggereli, nem hiszem el. Betriggereli. Ennek ellenére betriggereli. Ez beszarás. Jaj, majd akkor egész sorozatot lehetne csinálni a Chico hackekből. Van egy ilyen kínai faszi, akinek kb. 20 hackje van már Mega Man 5-ből, és gondolhatod, hogyha ilyen soknak, akkor milyen jó minőségűek. Go fuck yourself! Na, igen. Hát aztán fogok kikerülni. Ha csak... Hát nem tudom. Nem tudok akkor átugrani. Akkor most jön az, hogy... Intermisszió! Ja, nem kell tudom sietni. Szóval. Így is az előbb már lehet tudanod velem. De jó, hogy villog, és nem... Na, mindjárt elfogy, és tudod, hogy eltalál, csak azért is. Na. Azaz! És mindig felfordul! Fuck! Hacsa, várjunk, van egy ötletem. Ki tudok úgy ugrani, hogy... Van egy nagyon elmebeteg ötletem, de ez nem biztos, hogy be fog válni. Vagy ilyen... na! Ah, megvan! Tehát közelebb kell állni. Így! Fontos, hogy közel álljunk azokhoz, akiket szeretünk. Ez nem tudom, hogy jött. Annak ott mi értelme annak a vízanimációnak? És na itt most maradj itt, és soha nem fog támadni. Igényes. Ezzel viszont nem tudom megsebezni, de ezért megmutatom. Megmutatok el? Mondtam. De rá megmutattam. Akkor lesz szopás, hogyha most... vissza fog baszni a... pályára. Miután elbasztam. Még élek. Még mindig élek, ha. Na láttad, ha pont jót ugrasz fel, akkor nem is. Ha. De mindegy. Most Crashman ellen menj, mert azt hiszem van valami glitch. Jó, tessék. Nincs. Ja, de amúgy igen, ott látod, már van ilyen összetörhető fal, ami Crashman fegyverével kellene. Erre mondjuk azt, hogy logic! És azt az eltankot meg hogy a faszba szeded föl? Ide tudod, hogy kinek a válasz, ha illik.
Igen. Hát sehogy! Hát ez úgy sem tudok fölfelelni, de ezért megnézzük. Várjunk. Nope. Na. Most mit csinálsz? Próbálok följutni. Nem. Szerintem föl lehet jutni anélkül, hogy eltaláljon. De akkor igen, pont úgy kell megállni. Szerintem... Igen, flashman fegyvere. Nem, szerintem van anélkül is föl. Föl lehet jutni. Van egy pár frame, ami alatt föl tudsz mászni. Ennyi. Látod? Mondtam. Miért figyelek? Ha már itt ilyen tas szintekbe kell gondolkodni. Miért figyelek én ilyen dolgokra? Hogy veszek én? Istenem. Miért veszek én észre ilyen dolgokat? És miért van egy érzésem, hogy ez a rész nem fog menni? És miért van ennyi tüskevár megint? Mert tüskevár. Kihagyhatatlan szarpoén volt. Mi is annak a kajának a neve, ami friss kebab, vagy mi a szar? Honnan tudja, hogy mire gondolsz? Valami kebab. És az jutott eszembe a tüskéről. Nem értem azért a logikádat. Megint én ugyanazt játsszuk el, mint általában 200 milliószor, hogy ugyan... Na, azért. Igen, ezt bírom a legjobban. Ugyanúgy töltöd, és ugyanaz történik mindig. Igen, így interpretációkat próbálok így értelmezni a processzorommal. Na, úgy. Annak az étvállak ott mi értelme van? Azon mász le. Jó, megnézzük, hogyha azt fel tudom szedni. Úgy. Igen. Jó, megnézzük. Itt, nem, itt mentek. Na, nézzük. Hogy állok én ott? Mi? Szerintem ez már következő képernyő. Ugorj fel és megfasz. Mondom, következő képernyő volt már, csak nem azt mutatta. Azt szerintem... Várjál, most azt próbál ki, hogy leessel, és akkor középen felugrassz a létráért. Tovább tudsz menni? Ezt is várjál, megnézzük. Menj be oda középre. Ott most ugorj fel és mász fel. Mondom. Hát ez szállalva. És itt hogy kell... Hát nem tudjuk, mi van a következőn igazából, úgyhogy... De, itt. Ja igen, egy pillanatra belátszik mindig. Hát ez szánalmas. De nem lehet végigcsinálni, mert egy idő után elfelejtett, hogy milyen következőnek. De legalább mutatok, hogy van ilyen is. Ó, baszodnátok meg. Az mi? Hát egy kicsikét unfair. De mondjuk az energia nem véletlenül van itt. Tényleg, az mi? Hát tényleg ZA az már negyedik pálya, amit csinálok? Azt hiszem, igen. És 18 perc megy a felvétel. Sokat elmond arról, hogy ez valószínűleg egy egyrészes videó lesz. És tudod mit, tehát hogy én ezt még ma kirakom, hogyha... Tudok egy felkonfot is csinálni mellé, de mondjuk van még több mint egy órám addig. Hát, annak ott megint sok értelme van. Tényleg keker, kitűnölt. Kitűnöltet oda rakni egy életet. Így van. A Zia által úgy szeretett tüskehad mellé. Gratulálok. Szívemből gratulálok. Tudunk még ilyen bugot csinálni? Ne. Nem dőltem be neked? Kár, hogy több ilyen extra létre nincs. Szerinted az direkt rakta oda. Kinézem belőle. Csak ennyire balfasz volt, hogy elfelejtett, hogy az előző képernyőn nem lehetne mászni. Azért töltem meg azokat. Azért jó volt, hogy megnéztük a tasokat. Ott az előbb létrán ugrottam még egyet. Ó, láttad? Megint. Hogyha itt van, ezt elmondom. Tehát... Ez jó, meg mi ezt tudjuk, hogy mi is ez pontosan. Tehát... Hogyha van egy adott magasságú létra, tehát az, ami pont akkor ér véget, ahol már te ugrasz. Tehát ugye az ugrás magasságodnál, mint ahogy itt is, és ha a felfele gombot lenyomva tartod, akkor hirtelen a létre tetejére fog rakni a játék. Itt is ezt lehet látni, hogyha pont ott ugrok. Tehát megpróbálom még egyszer. Na, erről beszélek. Itt pontosan ezt csináltam meg.
Igen, technikai információk, ilyen tasból, ugye? Közben szerintem igen. Azt hiszem, hogy eltűntél. Így van. Mondjuk a háromtól közben nem, mert képesek voltak megjavítani. De az egy meg a kettő, az még rendelkezik ezzel. Van meg pályán az egyben ezt alapból meg is lehet ezt csinálni. Bármiféle ilyen trükk nélkül. Nem tudom melyik pálya. A Fireman pálya lesz az, azt hiszem. Szerintem meg többen is meg lehet, mint egy. De ez most kurva unalmas, úgyhogy... Nem unalmas, mert... Hát megint még ez a sok tüske. Minek? Tényleg minek? Miért nem raktak oda meg blokkot? Az is nagyon aranyos, hogy nem tudom, Nash az 16 szint megjelenítene, itt meg van kettő. Hát... Vagy három. Négy szín van. Mi van, hogy itt meghalok? Ne. Oh, köszönöm. Várja, a másik létrán lehetett menni? Hát ez simán visszarak az előző képernyőre, mert megmutatom azért. Tehát itt most nincsen ilyen bug lehetőség. Ó, aggódom. Az Feri szokott, te nem. De én is aggódom. Ha égálod a kettős pont SK-ket? Na, akkor most kimondom, amit akartam. Ha igálom az SK-pontok SK-ket. Na, gyerünk, kérdezzek még egyszer. Hallani akarom, amíg iszok. Mire jó ez a sok tüske? Így van. A videó támogatója a 35 forintos italpor. Yeah! Mi értelme volt ennek a színváltásnak? Bocs, ez palettaváltás. Mert ez egész megváltozott. Annak meg hova tűnt a szája? És egyszer az ki... Ő azt most megcsinálom. Várjál, ez maradj ott fönn. Várjál, ezt most megcsinálom. Nem? Ó, ki tud engem szerinted lökni? Ez hogy menni? Nyom meg a B-t és akkor támad. Először fölmegyek itt. Mi van? Mi ez? Nem tud kilökni. És hogyha itt? Nem. Hát viszont kiglitcheltük meg itt. Látod, itt sem megváltoztatva a sorrend. Sok értelme volt. Akkor most jön... Ki is szokott jön ilyenkor? Hát a boci-boci tarka. Teljes kocsi. Ő, ugye? Jól emlékszem? Várj, mondjuk neki a Q is jó. Q! Mondj egyet a kettő közül, melyik legyen. Rád bízom. Szerintem meg Woodman, mert annak három gyenge pontja van, vagy négy. Jó, legyen. Úgyis már készen vagyok a játék felére. Pa-man, egy robotmester által készült Dr. Wily. Jaj, ez már nem tetszik. Hogy néz ez? Olyan, mint egy matek füzet. Hát nem? Jaj, csak mint a ilyen ilyen... Spirálos a talaj, ilyen spirálizékból van. Ez ilyen őnek a matek füzet. Te. Very funny hacker. Ja, és így kell létrát megtalálni, vagy mi? És én itt megakadtam, mert nem tudtam, hogy le kell mászni. Akkor is megdög lesz. A kurva anyádat, akkor is megdög lesz. Azért mondom. I don't give a fuck! Menjünk! Ez tudja, hogy egy lövéssel megöl. Biztos. Én is kinézem belőle. Ah, tudom, most hogy... Most akkor hova kell menni? Jobbra volt egy ajtó. Ja. Most mi ez? Most ilyen... Halljuk. Nem tudom, ilyen... Na, nem nézzük. Ez már tényleg matek füzet, mert ez már piros. Igen, egy lövés. És tényleg matek füzet. Ilyen... Nem azért, de a füzeteknek a külső nem ilyen narancssárga szokott lenni. Hanem ilyen pirososabb, olyan, mint a... Ez a kockás hát, nem négyzetes háttér, kocka háromdimenziós.
megszokásban mondunk kockát mindannyian. Nem, azért mert menő. No, hagyjuk ezt. Ne emlékeztes engem arra, hogy... Hogy mi a menő? Igen. Csak kéretném. És én is aggódni fogok. Ennek ott mi értelme van? Akkor emlékeztetek egy maciért cserébe. Az, annaz mi volt? Medve. De a szellem medve. Igen. Azt hisz, és akkor mi... Na, ezek és... szerintem megölik munkat. Nem. Hanem... Az micsoda? Azok ott voltak fönt. Kettőt kell csinálni, de jól mik van. Azok? Azok a... Pipinek a tojásaiból előjövő... Kicsi... Cuccok. Amik itt most methetek amúgy. De... Tudod, hogy mire gondolok, hogy mik azok? Igen, de... Na, hogy kerültek azok oda? Ez az egy jó dolog van a játékban. Hogy ezek alapból is vannak itt külön. Is. Na, Usain Déci Pól. Aj. Hát ez gyönyörű. Ez tényleg gyönyörű. Hogyan emlékszek a... Néha nem értem magamat, hogy hogyan tudok ilyen szarokra emlékezni, de ezeknek a sorrendje! Aj, miért nem találtad el? Usain Déci Pól. Ezt mondjuk meg, hogy ez micsoda? Nem. Jó, nem, mert személyiségi jogokat sértenék vele. Ah, mászni. Jó. És akkor most hogy a fa... Lábamba kell tovább menni. Kujom az orromat. Nyugodtan. Na ez micsoda? Visszatok már... Nem tudok visszamenni, de... Istenem, komolyan. Hogy lehet ennyire igénytelen? Igénytelen? Tü-tü-tü-tü. Nem tudom, de én még mindig itt vagyunk a matek füzet háttérrel. Ez ilyen Action 52 játékok néznek ki már jobban ennél. Így van. Vagy ahogyan vakon leírtam, valami Anrux 57 vagy micsoda. 54 volt. 54? 50... Vagy, na ja, nem az Anrux volt, hanem Axruib. Tényleg. Na hát ez pont nem a gyenge pontja. Hanem ez. Crash-ot átmegy a pajzson is. Csak érted, így vakon nehéz kilapozni. Kétszer eltalálta? Jól van. És akkor nézhetjük a levegőbe forgó levélpajzsot. Annyira hülyén fest. Ráadásul ez a tü-tü-tü-tü, igénytelen háttérrel. És még mindig fél órán belül vagyunk, Zéa, hihetetlen. És még mindig villog ez a képernyő, és még mindig nagyon... Szar. Hagyjuk ki, szar. Ennyi, szar. Nem, ide még nem mehetünk. Kegyetlen vagy. Ide még nem mehetünk, mert oda kell az item 1. Tapasztalatban mondom, hogy ott szopni fogunk egy bizonyos részen, ahol... Jaj, ez a legjobb pálya. Hát, hogyha te mondod... Mert ebben van a legtöbb tüske a bal oldalon. Mint ott? Lesz még több is. Az ott most mi volt? Hát én ezt nem hiszem el. És az ott miért van a... Isten... Platforma. De annak ott... Mi értelme van? Sőt, ennek a hacknek mi értelme... Ennek a videónak mi értelme van? Az, aki hogy szórakozunk ketten egy jót. Csoda, hogy itt nincsen a platformban, tényleg. Na, látom, a memória chipjeidből már törlődött ez az információ. Igen, hogy itt tovább kell menni. Nem. Hanem ott
hanem hogy ott balra egyből értem. Már tudom, mire gondoltál. Na, eszembe jutott. Na erre gyere rá, hogy ti. Gyere rá, hogy mi volt. Na. Hát azokat ne szarjuk. És sok értelme van ennek a pály résznek, hogyha meg... Balról a harmadik, ugye? Vagy a negyedik, nem tudom. Direkt megnéztem. És így... Hé, nem voltál most átverős kedvedben. Na jó, hogy mondod, majd akkor leszek. Ne röhögj már úgy, mint egy döglött mókus. Referálok egy szarfaszú vizeletre. Most komolyan ilyen másfél-két perces pályákkal fogunk foglalkozni? Hihetetlen. Ó, ez a háttér, ez is mennyire... Hát ez már inkább ilyen börtönrácsos matekfüzet. Hát az is, mert a matekórák azok börtönnel érnek rá. Főleg a geometria. Így van, ezért három maci. Maci! Na. Essünk túl ezen is. Ennek sincs szája. Mert nem vagyok lehet, hogy nem ezzel kellett volna kezdeni. És mintha már lettünk volna egy ilyen pályán. Csak úgy... Csak gondoltam, hogy... szólok. Nem szólt annak, hogy beles... Nem szólt, hogy az ott... Úgy. Ide kell az item egy, azt hiszem. De ebben nem vagyok biztos. De ezen a pályán kapod meg. De van még pályán kelni fog, mert annyira, hát frame pontossággal kell ugrani. És itt is kettőt kell ilyet lőni. És akkor is éppen... Oda nem elég, ezt így elmondom, oda ez nem elég. Azzal biztos, hogy nem elég. Oda se. Mikre kéri a hacker a játékost most úgy őszintén? Azokon kívül... Ennél még az első hackem se volt szarabb, pedig az elég szar volt. Igen, az elég szar volt. Mármint melyikre gondolsz? Az elsőre. Na ezzel most sikeresen megfogtalak, tudom. De neked melyik az első? Ezt direkt csinálod? Amúgy lehet, hogy én is... Örüljek, hogyha ugranék. Nem igaz. Föl akarom menni ezt a szó. Oh, fuck this shit. Hát ez gyönyörű volt. Köszönöm. Ah, Istenem, ne! De ezeket a képernyőkre is, ahogy beérkezel, már rögtön sugárzik, hogy mennyire igénytelen. Az jó, hogy ott eltalált. Akkor most... Ennélkül nem tudok tovább menni. Úgyhogy föl kell tölteni mind a kettőt. Jó, mondjuk most mákon van, de akkor is. Kettest is föl kell tölteni. Ez is jó, ha van. Hát azért olyan tőkére egyös kapsz. Mármint a hacker. Hát... És akkor még jó indulatúak vagyunk. Én... Ja, mert ugye kettet adtunk annak az autós játéknak, mert elindult. Vagy egyet. 1.5-öt adtál te neki. Nem, 1.1-et. Nem, 1.5-öt adtál neki. Hogy az útja? Nem hazudok, szerintem 1.5-öt adtál te neki. Tehát így mondtad, hogy 15 a 100-ból? Vagy... De 11 a 100-ból. Jó, lehet, hogy tényleg annyi, igazad van. Nem fogom használni. Azt felejtsd el, bazd meg, nem fogom én ezt használni. Tessék. Igen, most megint mutatunk egy trükk.
Ajjaj, zia, közelítünk az a szar részhez. És mi ez a penészes, zé, ilyen penészes, nem tudom, nem is tudom eldönteni, mi az. Most a jön az, amire gondolok, hogy fehér, szar penészes lesz. Penészes ostya. Na, itt lesz a szenvedés. Ezt így garantálom neked. Siessük, hogy el ne fogjon. Na most ez mi? Elmég lófasz. És korán ugrottam. Akkor marad ez, szarok bele. Na most viszont tényleg figyelj. Azt ott hogy csinálod meg? És megmutatom még egyszer. Így látni fogod. Hát sehogy. Na azért, erről beszélek, hogy ez itt a szopás az egészben. De hatalmas betűkkel. Azt ott hogyan csináld meg? Hogyan jutsz át arra a platformra, mielőtt megjelenne az ott fölötte? Na? Erre mit szólsz? Glitch, lalalalalala. Jó, mondd meg, hogy glitchelem át magam ezen a falon itt az orrom előtt. Mert ezzel nem tudom, most lehet hát látni, nem tudok átjutni. És nem tudok fölmenni, még ott valaki mondaná, nem lehet. Úgyhogy mi a megoldás? Azt, hogy megölöm magamat? Komolyan? Erre kell folyamodnom, kedves hacker? Hogy próbálkozzak újra, hogy sikerüljön? Mert nem tudok itt egy rohadt item 2-t vagy 3-at használni? Mert nem tudok. Máshogy nem tudok tovább jutni. Ott egyszerűen... Most jól láttam, hogy most viszont később jelent meg az a platform. Menj ki balra, és akkor, hogy menjen ki a képernyőből az a rész. Így? Szerintem így tudod így... desincelni őket. Talán. Valami rajta vagy. Gyerti kifejezésére, hogy you're on something. Aha. Yeah, it's a chair to be exact. Na. Nem fog sikerülni. Megcsináltuk. Na látod, hogyha nem bízok benned, akkor sikerül. Na, akkor ezen túl sokat kell, most szitjalak. És akkor nem adsz mackót? Nem, csak szellemmedve. Aaaah. Berber lesz. Ja, ide kéne item 2, persze. De akkor hogy németül kezdjek el felolvasni. Neeeeee! Jó, nem fogok. Az fasság lenne velem szemben, mégpedig nagybetűs fasság. Ez szerintem pont elég van ahhoz, hogy ki... Sőt, ide kell... Ne szórakozz, hogy ide kötelezően kell az item 2. Dehogy nem. Hát... És akkor még ide kell az item 3. Hogy néz ez ki? Sőt, a következő képernyőre is kedves Zia. Csak úgy bónuszként megjegyzem. És ide jó, hogyha... Nagy... Enélkül nem tudsz tovább jutni. Hát nem töltött fel elég. Na igen, és itt megint úgy kell majd kiugrani, úgyhogy felkészülöm. Jó, felkészülök a rekeszizmaimmal. Úgy kell kiugrani, hogy odapad. És akkor rögök, ha meghoz. Na még egy pixel, úgy. Így kell tovább jutni. Hát ez... De várjál, még ide is kell. Sőt, csak hogy bónuszként még ide is használni kell. Hát most csalódott vagyok. Örülök neki. Sem haltál meg. Na ez mi? Ezt kérek szépen a boss. És szerintem itt meg tudom csinálni ezt, ha kimegyek. Se fallá alakul. Na várjál, megnézzük. Ki tudok itt jönni? És... Gyerekek, akkor mondhatnám, hogy itt vége a hacknek, mert kész, tovább nem tudok jutni. Nem tudok visszamenni, de jó, megölöm nektek. Csak azért is.
De várjál, ki tudsz menni ott, ahol az a zöld szar véget ér? Ott balra. Itt? Ezzel jobbra mentem nem, ki. Nem, hát ahol leugrasz az ajtónál. Ja. Oda ki lehet menni. Ott meghalok. De még ki tudok jönni, de igen. Tessék. Na, onnan tudod dobálni valami fegyverre? A betűvel mondjuk, vagy dupla V-vel. Igen. Tudod mit? Akkor innen mesterlövészkedünk. Sniper 2. Igen, ez most egy referencia volt, de lehet, hogy... hogyha jogilag megoldható és a fejlesztő vállalkozik rá, akkor lehet, hogy indítunk neki egy Kickstartert. Ó, bocsánat, ezt eltekerjük. Elnézést, hogy ezzel fárasztak benneteket. És akkor van még... Ó, ez az, még egy pálya van vissza. És akkor maradt a Metalman, és aztán... 40... Most vagyunk, kérek szépen. De kerek... a Wiley egyet még meg lehet csinálni, nem? Nem, 41 percnél vagyunk. És már megint ugyanez a grafika, hát nem csodálatos? Milyen édi, ahogy Feri mond... és a lánc följön alul. Milyen édi, ahogy a Feri mondaná. Meg milyen buzi, ahogy mi mondanánk. Nem lehet, hogy ő az véletlenül, de most komolyan. Na, ide megint kelni fog. Jaj, itt leszek ezek a... Uha. Ja igen, amikor a levegőből jön ki a fúró. Nem Forma 1-es autóhang utánzás volt. Meg nem Trabant, tegyük hozzá. Ó! Hát azt jól tudok. Fuck! Nem, ez volt a Trabant utánzás, amit most csináltam. Fuck this shit! Gyerünk! Az kell, ide. Uff. Találj el, gyerünk. Igen. Még egy. Ah. Találd meg a párod! Nem! Felejtsd el! Nincs rá anyagi keretem! Hát ez érdekes kérdéseket vet fel. Tudom, direkt azért mondtam. Na gyerünk, haladj, úgy. Nem. Szerintem arra rá lehet ugrani. Nem lehet. De szerintem rá lehet, próbáld meg. Tessék. Bebizonyítottam, hogy no. De rá lehet, csak el kell képzelni. Hogy rá lehet, és akkor rá lehet. Aha. Usain Décid Paul. Miért? Na várjál, akkor most felolvasom, amennyi elírásom összegyűlt egy nap alatt, mert most elkezdtem egy, is. Tegyük hozzá, ezt meg kell sejteni, egy nap alatt. Na várjál, mi is volt a... Ja igen, énelbaszás.txt. Na, javítok, tühe, bors, yd, tröpádu, ugyei, o emberek, aknxik, annak a, elni, olyna, mitn, csika, éna. És ez, magyar, és ez magyar nyelv volt, tegyük hozzá. Fuck you. Nem, ez zafrikánus volt. Uha, hát ez nem volt túl jó rám nézve. Azok ott most, az ott miért jelent meg? Az ott, és az milyen... Az is ilyen taposó szar, de ez milyen grafika? Most nem hát azért. Az a zizé, amilyen... Az a Deluxe kiadás, vagy mi a faszom? Ha nem? Ja, itt is hát lesz. Abból az ellenfélből van összevágva, ami ilyen kígyózó tartályok, vagy micsoda. Egészségedre. Tudod, hogy miről beszélsz, mert én nem. Kobrafogás. Tudod, hogy miről beszélsz, mert én nem. Na, ide kell átugrani és Flashman fegyver használ. Tényleg? Nem.
Nem! Az mi volt? Megjelent! Tessék, megcsináltam! Legalább itt is van. Mi volt ez? Hát megjelent a képernyő alj. Hát túl nagyot ugrott. Mert túlságosan magasan van. Mert nincs a plafon. Meg leesett. Ugye milyen minőségű ez a hack? Gyerekek. Én annyira imádom. Na, de az ilyen szarjáték a jó szarjáték, amiben hiba is van. Tudod még akkor átugrani? Valahogy megcsináljuk. Ide... Aha. Azaz. De és akkor ott elmúvolkozik az alján ott balra. Direkt a szemöldököt azt nem hagyjuk ki. És most tüskébe fogsz rakódni. Nem. Ezt még meg lehet sem, és mik azok a D betűk? Honnan biztos tudja? Az, hogy... Ez egy dick. Pálya befejező képernyőt, ilyen zenét ad, és ez azt hiszem a Hitman pályán volt, amit mutattam, hogy ki tudtam jönni az ajtón. Ez pontosan ugyanaz a képernyő. És ennyi, tovább nem tudok jutni. Kész. Ez micsoda? Kész, ennyi. Tovább nem lehet jutni a játékban. Vélemény? Emberi emésztés, végbelen keresztül távozó végterméke. Egyetértek. Ennyi lett volna akkor ez a hack, ami nem tudjuk végigjátszani. Itt a bizonyíték, nem ígéret, old spice. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, Turostáska, Sajtókifé és Fosperet. Sziasztok! Csöcs. Ez egy szar.